Megtartotta márciusi ülését Gödöllőváros képviselőtestülete. Augusztus 31-ével lejár Liskáné Fóti Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának, 2023. szeptember 30-ával pedig Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatójának megbízatása. A két intézmény vezető posztjára az önkormányzat pályázatot ír ki. A képviselőtestület elfogadta a városi civil szervezetek támogatását. Pejhe József kiemelte, Gödöllőn kiemelkedően magas a civil szervezetek száma, és felhívta a figyelmet arra, milyen nagy értéket teremtenek ezek a szervezetek. Felszólalásában méltatta a civil kerekasztal munkáját is. Gödöllőváros 2023. évi költségvetésében 5 millió forint került elkülönítésre a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei a civil szervezetek támogatására. A pályázatok beadási határidejéig 46 szervezettől érkezett pályázat. Gödöllőváros polgármestere javaslattételi bizottságot kért fel, amely olyan személyekből állt, akik ismerik a pályázók körét és azok tevékenységeit. Mivel a javaslattételi bizottság javaslata meghaladta a pályázat 5 millió forintos keretösszegét, a képviselőtestület többletfedezeti igényről 537 ezer forintról a közterületi rendezvények keretből történő átcsoportosításáról döntött. A képviselőtestület elfogadta az energiagazdálkodási munkacsoport intézkedési tervének módosítását. Ennek alapján a kedvező időjárási feltételeknek köszönhetően a korábban tervezett április 15-e helyett már április 1-jével újra nyithat és fogadhatja a látogatókat a Művészetek Háza, a Gimház, a Gödöllői Városi Múzeum kiállító terei, a Civil Ház és a Kis Muki épülete. Az intézmények alkalmazottai március 20-ától kezdhetik meg a visszaköltözést azzal a feltétellel, hogy a fűtési rendszer nem indítható be. A képviselőtestület elfogadta a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítását. Ennek alapján április 1-től az alábbi térítési díjakat vezetik be. Ebédházhoz szállítása 415 forint, szociális étkeztetés 855 forint, idősek nappali ellátása étkezés nélkül 445 forint, fogyatékos gyermekek nappali étkeztetése 490 forint, idősek otthona gondozóház ellátás étkezéssel 4810 forint per nap. A házi gondozás díja nem változik, 780 forint per óra marad. Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a képviselőtestület ülése március 16-án. Dr. Gémesi György polgármester az ülésen köszöntötte a református líceum diákjait és felkészítő tanárukat, akik Trifólium csapat néven első helyezettek lettek a Magyar Tudományos Akadémia által a középiskolai alumni program keretében megszervezett tanulmányi versenyen. A csapat tagjai Horváth Nándor Ágoston, Iha Bálint és Tóth Lázár Imre, valamint felkészítő tanáruk Nagyné dr. Molnár Melinda a kiemelkedő teljesítmény elismeréseként polgármesteri ezüstérmet vehettek át. Gémesi György polgármester Bajusz Árpádné igazgatónak is köszönetet mondott a versenyen való részvétel támogatásáért és az intézményben folyó kimagasló színvonalú munkáért. Kínai cég gödöllői befektetéséről tárgyalt városunk vezetése március 18-án. A beruházás részletei a gazdasági verseny miatt még nem nyilvánosak, de nagy esély van arra, hogy idén már termeljenek is. Annyit azonban lehet tudni, hogy végre nem akkumulátorgyárat telepítenének ide, hanem környezetbarát csúcstechnológiával előállított termékgyártását kezdenék elsőként Kínán kívül Európában. A tárgyalás közelebb hozta a befektetőket ahhoz, hogy a versenyben lévő magyarországi helyszínek közül Gödöllő mellett döntsenek. Különleges könyvbemutató helyszíne volt pénteken este a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Az intézmény március 16-ától ismét a teljes nyitvatartással és szolgáltatási körrel várja az olvasókat. Nagyon nagy szeretettel és baráti öleléssel köszöntelek titeket itt a Gödöllői Városi Könyvtárban.
Különösen nagyon fontos számunkra ez a ma este, mert 3 hónap zárás után tegnap nyithattunk végre ki úgy igazán az ajtókat előttetek, és ez az első nagy rendezvényünk, és hihetetlen nagy öröm, hogy ilyen sokan eljöttetek. A 2 napos rendezvény sorozat részeként Istók Anna legújabb könyvéről beszélgetett a szerző és Liskáné Fóti Zsuzsanna. Az elejétől a végéig címmel megjelent kötet Istók Anna 3. regénye, egy furcsa és szomorú szerelmi négyszög történetet mutat be, ami az egyes szereplők szemszögéből többféleképpen elevenedik meg. Fontos szerep jut a zenének is, ami többféle módon kíséri végig a történetet, a különböző igazságokat. Nagyon sok bántalmazással, abózussal, zaklatással kapcsolatos könyvet olvastam. Tudom, hogy mindig szörnyűködtél ezen. Ez mai napig megmaradt, engem ez a téma nagyon érdekel. És amikor ezt mondtam neked, de ez biztos, hogy minimum 2 éve volt, akkor mondtad, hogy igen, én is írok erről. Hogy lehet az, hogy ez a könyv, ami most jelent csak meg, és hát hogyan lehet az, hogy csak most jelent meg az, amiről te már 2-2,5 éve beszéltél, mint téma? Hát ugye ez a regény, ez a Covid alatt íródott 2019-ben, home office volt. A bemutató azonban nem csak erre a regényre korlátozódott. Istók Anna és Fóti Zsuzsanna beszélgetésében szó esett a könyvkiadás mai helyzetéről, és azt is megtudhatták az érdeklődők, hogyan készül, milyen fázisokon megy keresztül egy regény a megjelenésig. Az estnek az írónő, vagyis a könyvtár igazgató helyettese és a moderátor, a könyvtár igazgatója rendkívüli humorral átszőtt beszélgetése különleges hangulatot adott, amit tovább fűszereztek a zenei produkciók. 20 darab gyermekfutóbicajt kaptak a gödöllői óvodások a kerékpáros közlekedés szemléletformáló program keretein belül ajándékba. Az ipari parkhoz kiépített és hamarosan átadásra kerülő kerékpár út kivitelezéséhez 500 milliós Európai Uniós forrást a VECOP pályázaton keresztül elnyert a város. Ezt több mint 100 millió forinttal kiegészítettük. Egy sikeres VECOP pályázaton vagyunk túl, és ennek a folyamata már el is indult, ami azt jelenti, hogy az óvodapedagógusokat, illetve a nevelők egy képzésen vesznek részt a közlekedési biztonság témakörében. A képzés már be is fejeződött, és most a gyerekeknek mutatják be, egy gyerekprogram is van, a gyerekeknek is majd mutatják, hogy hogyan kell ezt csinálni. És ezek a csodálatos biciklik, amire nagyon régóta vágyunk, ezek a futóbiciklik 2 féle méretben érkeznek, hogy ne csak a 3 és 4 évesek, hanem az 5, 6 és 7 évesek is tudják használni. A VECOP pályázat része a kerékpáros közlekedés szemléletformáló oktatási programja, ami ma kezdődött a városi óvodákban és folytatódik hamarosan az iskolákban is, a Vuelta Kft. Bonyolításában, akiknek a kis futóbicajokat is köszönhetjük. Minden általános iskolában Gödöllőn a következő 1-2 hétben meg fogunk jelenni egy Bringa Akadémia kerékpáros ügyességi közlekedés biztonsági pályával, ami mellé kerékpáros tantermi foglalkozásokat, kressz foglalkozásokat is viszünk a gyerekeknek. De a tanárok sem maradnak ki a képzésből, nekik is március 25-én itt Gödöllőn szervezünk egy bringasuli akkreditált pedagógus továbbképzést, aminek az a célja, hogy felkészítsük őket arra, hogy ha ők szeretnének foglalkozni a gyerekekkel, szeretnének az általános iskolában kerékpáros közlekedési neveléssel foglalkozni, akkor meglegyenek hozzá a módszertani alapjaik. Fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok megtanulják a kerékpáros közlekedés szabályait. A Deutsche Welle televízió forgatott egy téli reggelen a gödöllői Pedibusz programról, aminek felvételére még lehet szavazni egy-egy lájkkal, hiszen ha népszerű lesz a videó, 12 nyelvre lefordítják, és még a német közszolgálati tévében is lejátszhatják. Ma reggel is dugóban ültél iskolába vagy a munkába menet. Gödöllőn megelégelték az autósorokat, és úgy döntöttek, beindítják a Pedibuszt. Az ötlet nagyon egyszerű. Ahelyett, hogy mindenki egyesével vinné a gyerekeket iskolába vagy óvodába, önkéntes nyugdíjasok és civilek kísérik őket csoportosan. Így a szülőknek csak a felvevőpontra kell eljutniuk a gyerekekkel, akik aztán együtt sétálnak. És ezzel többet nyernek, mint azt elsőre gondolnánk. Mozognak, beszélgetnek, ráadásul a környezetüket is kímélik. Sőt, a tanárok visszajelzései alapján még az órákon is jobban teljesítenek, hangzik a felvezető szöveg.
Mindenki, aki fontosnak tartja ezt a programot, lájkolja a televízió oldalán lévő bejegyzést. Hagyományosan a gödöllői városi fúvós zenekar térzenéjével kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi program. A megemlékezésen dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet, melyben középpontba és példaképként állította Petőfi Sándort. Petőfi gyűlölte a zsarnokságot, gyűlölte a szolgaságot, a társadalmi egyenlőségért állt ki, és gyűlölte azokat a korlátokat, amik azért lettek kialakítva, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. A szabadság szabadság. Petőfi nemzeti liberális volt. Én is azt gondolom, ilyen értelemben nemzeti liberális vagyok. Mert tudok vele azonosulni. A szívemben és a lelkemben. Te tudsz vele azonosulni a szívedben és a lelkedben? Hordozod magadba Petőfi emlékét? Akkor élj, dönts, beszélj, ha szerint. Gémesi György beszédét követően a Rokka zenekar Trombita Harsok Dobperek című ünnepi műsorral tisztelget nemzeti hőseink emléke előtt. A műsort követően az ünneplők a Petőfi év alkalmából felújított Petőfi szoborhoz vonultak, ahol Bárdi Péter alpolgármestert megemlékezett arról is, hogy a költő több napot töltött Gödöllőn. Számunkra, gödöllőiek számára városunk a világ közepe. Függetlenül attól, hogy családunk 300 éve, vagy éppen 3 hónapja él településünkön. Ezért büszkén és némi öniróniával mondhatjuk, hogy Petőfi Sándor is majdnem gödöllői lett. Mikor másodjára 1845-ben hosszabban időzött településünkön a helyi református lelkész vendégeként, megismerkedett Mednyánszki Bertával, a Grassalkovics uradalom jószág kormányzójának leányával, és rövid ismerettségük után Petőfi levélben kérte meg szerelme kezét. Édesapja sajnos, a legnagyobb sajnálatunkra elutasította a kérést. Színésznek, poétának nem adom lányom, írta. A beteljesületlen szerelem emlékére született meg a költő Szerelem gyöngyei című verses kötete. A szobornál az önkormányzat, a városi intézmények, valamint a pártok és különböző civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit. A megemlékezést a Gödöllői Lovasport és Hagyományőrző Egyesület hagyományos lovas felvonulása zárta. A hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulással tisztelgett Gödöllő fiatalsága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, március 14-én. A felújított Petőfi szobor előtt Molnár Gergely tartott emlékező beszédet. A helyi közéletben sok politikai célú támadás éri a várost nemzetközi kapcsolatait. Azokat a kapcsolatokat, melyeket Gödöllőn nem csak a város, vagy éppen egy-egy iskola vezetése, hanem a város lakói és diákjai is aktívan építenek. Elképesztően fontosnak tartom azt, hogy az elmúlt 30 évben ez a kapocs gödöllőiek ezreit kötötte össze Gödöllő számos testvérvárosának kultúrájával, az ottani helyi szokásokkal, és ebben a kapcsolatban hangsúlyosan vettek részt végig a fiatalok is. Ezért is tartom nagyon hasznosnak, hogy az utóbbi években a fiatalok érdekképviseleti szervével, a Gödöllő Ifjúsági Testülettel közösen az elmúlt lassan 2 évben számtalan Erasmus Plus projekt keretében sikerült fiatalokat küldenünk Európa legkülönbözőbb pontjaira, ahol számtalan különböző kultúrával és jó tapasztalattal gazdagodhattak. Nem elég ezen tapasztalatokat megszerezni. Fontos, hogy a fiatalok elmerjék mondani a véleményüket és javaslataikat, és legalább ennyire fontos az is, hogy kéréseik nyitott fülekre találjanak. Szerencsére Gödöllő mindkét feltétel adott, ezért történhetett meg az, hogy a Város Ifjúsági Stratégiának elkészítésében közel 700 fiatal vett részt azáltal, hogy véleményt nyilvánított városunkról. Március 14-én kora délután érkezett meg egy 26 fős serediák csoport testvérvárosunkból, Wageningenből. A holland fiatalok egy hetet lesznek itt, törökös diákoknál fognak megszállni, és most erről a csereprogramról kérdezem őket, hogy megtudjunk egy-két dolgot.
Szia Bálint! Ti, ha jól tudom, pont januárban voltatok kint Hollandiában egy hetet. Mivel foglalkoztok, vagy mit csináltatok, milyen programok vártak ott rátok, milyen volt? Először is megnéztük az iskolájukat, körbevezettek, hogy ők hol tanulnak, és miként mennek iskolába, hogy működik náluk az iskolarendszer. Volt egy teljes napunk Amsterdamban, ahol körbevezettek minket, ugye ott ő legnagyobb városukban. Ezen kívül nagyon sok helyet megmutattak nekünk, így programokon kívül a diákok. Ezek mellett pedig megláttuk, hogy az ottani családok hogyan és milyen körülmények között élnek. Itt most ti milyen programokkal készültök, miket fognak a többiek csinálni, mint a holland srácok csinálni? Ma elviszük őket a március 15-i fáklyás felvonulásra, itt Gödöllőn. Csütörtökön el szeretnénk őket vinni, bejárni Budapestet, megmutatni nekik a mi fővárosunkat. Pénteken pedig egész Gödöllőt szeretnénk velük megjárni, megmutatni nekik a palotát, a kastélyt, bocsánat. Igen. Itt van két holland is mellettünk. Jártál már Gödöllőn, vagy ez az első alkalom? Most először vagyok itt. Hogy tetszik eddig? Még csak az iskola környékén voltam, de tetszik. Gödöllőn még nem voltam, de Magyarországon már egyszer nyaraltunk, teljesen más, mint Hollandia, de nagyon jól érzem magam. Mit tudtok Gödöllő és Wageningen testvérvárosi kapcsolatáról? Nem sok minden, de azt tudom, hogy Wageningenben volt egy nagyszabású esemény a Városházán, úgyhogy ebből gondolom, hogy jól működő, jól bejáratott kapcsolat lehet. Tudom, hogy nem egy apró kapcsolatról van szó Magyarország és Hollandia között. Az emberek szeretnék, ha a két ország jobban megismerni egymást, és ez kifejezetten jól működik Gödöllő és Wageningen esetében, hiszen már nagyon sok éve folyamatosan találkozunk. A koronavírus járvány következtében volt ebben egy szünet, de idén újult erővel indult újra a kapcsolat. A program folytatásaként katonadalokat hallgathattunk meg Angyal Virágsára előadásában, majd a megemlékezést a hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulással és annak végállomásánál a Dózsa György úti temetőben a 48-49-es emlékműnél koszorúzással zárták. A sport és a művészet különleges találkozásának lehetnek tanúi az érdeklődők a Levendula Galéria március 12-én megnyílt kiállításán. A falakra Hámori Anett festőművész munkái kerültek, melyeken magyar példaképeink történetei elevenednek meg. Sportolók, olimpiai érmeseink, kiemelkedő, emlékezetes pillanatai. A megnyitón köszöntőt mondott dr. Gémesi György polgármester. A képeken keresztül a képek szereplői személyesen, nagy részét vagy egy részét személyesen ismertem, nyilván nem Pecsauer Attilát, de akár Székely Évát, vagy akár Paplacit, aki nyilván tudják, hogy elmehetett volna Magyarországról, disszidálhatott volna abban a politikai időben, és nem ment el, lehetett volna profi világbajnok, nem lett profi világbajnok, hanem olimpiai bajnok lett, és hű volt a hazájához. Korondi Margit, Paplaci, Szilágyi Áron, hogy csak néhányukat emeljük ki, és a kiállítást megnyitó Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes vívó került Hámori Anett képeire. A sport és a művészet találkozása engem is közelebb hozott, közelebb hoz és bevonz ebbe a világba. Így már úgy tűnik, mintha én is egy kicsit részese lennék. Persze ez azért egy kicsit illúzió, hiszen Premis rajztanárom Ritta néni a megmondhatója annak, hogy bizony képzőművészetekhez már akkor sem volt túl nagy tehetségem. De azt gondolom, hogy ez így van jól, ez így van rendjén. A vívásban megtaláltam a helyem, és rájöttem, hogy végül is sok hasonlóság van a vívás, a sport és a művészetek között. Az egyik nagyon fontos hasonlóság az, hogy megtaláljuk a legjobb, legmeghatározóbb pillanatokat. Ezek a rétegek. A gödöllői festőművész a Premontrei Iskola Központ művész tanára. A kiválóságok olyan pillanatait ábrázolta, amelyek tükrözik mindazt a küzdelmet, amely a teljesítmény mögött húzódik meg. Az este remek jazzzenét hallhattunk Luc János és Szeverényi Mátyás előadásában. Hétfő este befejeződött a 6 előadásból álló hagyományos gödöllői nőnapi műsorsorozat. Mindegyik előadás teltházat vonzott, nem maradt üres szék a Grassalkovics kastély lovardájában. A minden évben jótékony célt támogató műsormaraton mindenki számára önfeledt szórakozást kínált,
jövőre pedig már a 30. nőnapi ajándékkosárral várják városunk intézmény és iroda vezetői, a lelkes közönséget. Az öltözőben sikerült még elsépnünk Tápai Dórát és Fodor Lászlót, az idei nőnapi műsor műsorvezetőit. Ez már nem az első alkalom, hogy ti együtt vezettek, ha minden igaz. Nem, már többedik a Lacival szerintem. Három az biztos. Talán négy is a nőnapnál, egyébként meg zeneiskolai rendezvényeken még többet dolgoztunk együtt. Hogy van ez? Előre megírt szöveg van, vagy rögtönözni szoktatok? Hogy kell ezt elképzelni? Igen, előre megírjuk a szöveget, aztán eltérünk tőle, és akkor rögtönözni szoktunk. Tehát, hogyha valaki elmondja, most például volt olyan kulisszatitok, hogy én elmondtam a Dóri szövegét véletlenül, akkor ő meg elmondta az enyémet. Igen, meg szoktunk olyat csinálni, hogy van egy fő vázlat, és akkor közben mi eszünkbe jut, akkor ezt ugye a spontaneitás az így dobja, és a Lacival jó hatásra vagyunk egymásra, úgyhogy tudjuk így a színpadon fokozni a hangulatot, úgyhogy általában azért betű szerint nem tartjuk meg a szöveget. Dóra, igaz az, hogy a törökös diákjaidnak ötös tetsz, akik eljönnek a műsort megnézni? Bocsánat, én szeretnék válaszolni, igaz? Egyébként igen, aki itt van és utána bejelentkezik, volt már más olyan alkalom is, amikor ott voltak a gyerekek, lelkesek voltak, tapsoltak, ügyesek, utána pedig beiratták az ötöst, úgyhogy megkapják a szorgalmi ötösüket, megígérem. Helyes. Laci, zenészként és konferenciéként a színpadot teremtettél. Mit gondolsz, hogy színpadi darabban vagy olyan táncos jelenetben is megállnád a helyed? Nagyon remélem, hogy nem. Mert ha ilyet mondok, akkor jövőre megkérdek, hogy esetleg táncoljak vagy énekeljek, bár volt már ilyen egyébként a nőnap történetében. Szerintem sajnos, a közönség szerint nem annyira sajnos, de nagyon felkészültem rá. Bízom benne, hogy ilyen nem lesz. Megmaradok a klarinétnál, meg ha esetleg beszélni kell, és hülyeségeket mondani a színpadon, azt szívesen vállalom. Szia Iza, baromi jó volt a közös jelenetetek. Hogy érzed magad a színpadon, mennyire áll közel hozzád a színészkedés, a szereplés? Szia, köszönöm szépen a dicséretet. Annyira nem áll közel hozzám a színészkedés, mert én olyan ember vagyok alapjáraton véve, aki mindig magát adja, és őszinte, tehát kimondja azt is, amit sokszor nem kéne, de legalább tényleg őszintének tartom magam, és azért nagyon nehezen tudok kibújni a saját szerepemből, tehát nagyon nehezen tudom nem önmagamat adni, és megjátszani valamit. Viszont mivel a Csabát régóta ismerem, ezért sokat segített nekem abban, hogy ezt is le tudjuk hozni. Nem először szerepeltél nőnapi műsorban? Igen, ez így van, ez volt a második nőnapi műsorom. Először ott ismertem meg a Csabát, először freestyloztam, tehát ugye trükköztem a labdával, csak mivel nincs olyan állapotban a térdem, ezért ezt most nem tudtam bevállalni, és így jött az ötlet, hogy akkor legyen ez az előadás Csabával. Jövőre is láthat majd a gödöllői közönség? Hát jöjjenek el, és megtudják. Idén már a 29. alkalommal került megrendezésre ez a nőnapi műsor. Mit gondol a polgármester, hogy mi a varázsa ennek a nőnapi kosárnak? Mondhatnám azt, hogy én, de ez nem így van, és ez nagyon szerénytelen lenne. Ennek a varázsa az, hogy van rá igény. És ha az igény és az, amit mi tudunk ajánlani és tudunk csinálni, az találkozik, akkor, mint ahogy most is, 6 teltház van. Persze nyilván ennek a 29 évnek van története, nem mindig volt hat előadás, sokan sajnos már nincsenek itt, így például Pécsi Ildikó sincs, akit nagyon szerettem, és aki nagyon-nagyon hiányzik, és sokat játszottam vele, de fentről talán nézi azt, amit mi csinálunk, és örül annak, hogy folytatódik, amiben ő nagyon sokat tett és részt vett. És a másik pedig a közösség. Akik itt szerepelnek, egyikünk se profi. És mindenki a maga területén várost vezet, intézményt igazgat, irodát vezet. És így együtt évente egyszer fölkészülni erre a műsorra, ez egy fantasztikus érzés. És ezt addig szabad csinálni, amíg megnézik ennyien. És bízom benne, hogy mindig tudunk újat adni, és mindig tudunk újítani. A harmadik pedig, hogy ebben az őrült világban, amiben élünk,
abban szükség van erre. Szükség van lazításra, szükség van könnyekre, olyan könnyekre, ami a nevetéstől jönnek ki, olyan könnyekre, ami az érzelmektől jönnek ki. És ezt megpróbáljuk mi ezzel a kis produkcióval kicsalni a szemekből. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan varázs és olyan erő, ami miatt újra és újra jönnek az emberek. Benedek Krisztinát kérdezem az idei nőnapi fellépésről, de először meg kell jegyeznem, hogy ismételten csak csodaszép vagy. Gyönyörű fülbevalóid és nyakláncod van. Mesélj erről, kérlek. Az ékszereim, ezeket én készítettem. Most már ez nem az első nőnapi fellépésed volt. Mikor kezdődött nálad ez a nőnapi őrület? Hát több mint egy évtizede. Arra emlékszem, hogy egészen picike volt a legkisebbik lányom. Ő most 13 éves, tehát körülbelül egy olyan 12-13 éve. Egyébként még pici baba volt, tehát emlékszem, hogy néhány hónapos lehetett, amikor az első táncpróbát tartottam a város vezetőinek, a hölgyeknek, és ez sok évig tartott, amíg a hölgyeket tanítottam. Aztán volt egy olyan megkeresésem, hogy tanítsam a férfiakat és a hölgyeket együtt, majd a férfiakat külön. Majd emlékszem, hogy volt egy olyan év, hogy a csoportjaimat hozhattam el, utána konferálhattam is az egyik évben. Az milyen élmény volt? A konferálás nagyon fárasztó. Tehát ez egy kemény erőpróba, tehát fel kell rá készülni, talpon kell lenni. És emlékszem, Gombos Viktorral konferáltam, aki a líceumban tanít, és Horváth Gábor karmesterrel. De nagyon szerettem. Na és akkor viszont a konferálás közben már énekeltem is. És a következő évben, a következő évektől pedig már énekesként hívtak. Ma a Mester Attilával énekeltem, a rockzenekar gitárosával, holnap pedig Lencsés Balázs lesz a gitáros partnerem, akit pedig hát mindenféle táncevágy és blablabla, bla, bla, és nem is tudom milyen zenekarok vannak még, van gyerekzenekar és a Hurrá gyerekzenekar, de mindenkit reklámozok, én pedig holnap megyek a Müpába reggel, úgyhogy korán kell kelnem, mert ott pedig kerekítőt fogok tartani a Cifra Palotában, úgyhogy szép sűrű napok vannak, de ez így jó. Megkezdődött a gödöllői premontrei apátság és a premontrei iskola központ jubileumi időszaka. A következő hónapokban megemlékeznek a jászóvári premontreiek gödöllői letelepedésének és iskola alapításának 100. évfordulójáról, valamint a rendszerváltás után újraindult gimnázium a mai premontrei iskola központ 30 éves évfordulójáról. Az ünnepélyes megnyitót március 6-án rendezték meg Fényi Ottó Óprájem nyugalmazott kormányzó perjel halálának évfordulóján. A rendezvény sorozat november 29-éig Takács Menyhért jászói prépost halálának évfordulójáig tart. Nagyon nosztalgikus volt nekem ez a délelőtt. Egyrészt városvezetőként voltam, itt alpolgármesterként hivatalos meghívásként, másrészt, mint öreg diák is, hiszen én itt érettségiztem, ide jártam 8 évet, az egyik legfantasztikusabb időszaka volt az életemnek, úgyhogy elöntöttek az emlékek, főleg az öreg diák beszámoló között, közben, amikor a volt iskolatársaim mesélték a saját élményeiket. Premontrei rendnek, most már apátságnak meghatározó szerepe van a város fejlődésében is, azzal, hogy 1923-24-ben ide települt, egy óriási lökést adott az akkori településnek, hogy akkor még község volt Gödöllő, a helyi oktatási rendszernek értelemszerűen egy égköve volt, az ország egyik legnagyszerűbb gimnáziuma volt már akkor is, mint ahogy most is. Ez meghatározta a város fejlődését 48-ig, majd aztán ugye az államosítás után még 2 évig 50-ig.
És hát milyen a sors? Azzal, hogy államosították a premontrei rendet, így vált szabaddá sajnos az épület, és így kerülhetett az egyetem Gödöllőre, így vált egyetemi faluvá Gödöllő, aztán nyilván ezzel tudott utána tovább fejlődni, úgyhogy ha nincs Trianon, akkor nincsenek premontrejek Gödöllőn, és hogyha nincsen államosítás, akkor nincs egyetem Gödöllőn, úgyhogy ez a két nagy tragédiája, a 20. századnak magyar tragédiája az meghatározta ebből a szempontból Gödöllő sorsát, most pedig a három egészen kiváló gimnáziumunknak az egyike, úgyhogy most aktívan is öregbíti a város hírnevét a premontrei gimnázium. Fény Otto volt az igazgató, mikor én ide felvételiztem, akkor ő volt az iskolaigazgató, még egy évig ő volt az iskolaigazgató, még sok éven keresztül folyamatosan jelen volt az iskola életében, tényleg mindenkit ismert, minden gyereket, nem csak akkor, amikor kezdeti időszakban 60-an voltak, hanem amikor már voltunk, vagy 200-an, akkor is pontosan tudta, hogy ki kicsoda, mindenkihez volt egy jó szava, tanárként is, pedagógusként is fantasztikus volt, minket már nem tanított, de nagyon sok lelki gyakorlatot tartott, iskolai tájékoztatókat tartott, hogy nagyon sokszor még a fülemben csengnek a mondatai, szavai. Az egyik ilyen híres mondása volt egyik ilyen iskolai tájékoztatón a három T betű, ami így bevésődött mindannyian agyába, több telik tőled, ezt az élet minden területén igyekszünk, akár apaként, akár férként, akár munkában, akár tanulásban. Nem csak egyházi iskola vagyunk, hanem még az is különlegesség, hogy szerzetesi fenntartású iskola vagyunk, így elkülönünk az egyházmegyétől is gyakorlatilag. Mivel a premontrei rend tartja fönn, és a rendnek kettő iskolája van, az egyik itt Gödöllőn, a másik pedig Zsámbékon, így közvetlenebbül az irányítás, jobban átlátható és közvetlenebbül tartozunk a fenntartóhoz. Lelkiségében persze természetesen abban, hogy itt vannak misék, vannak laudesek, részt veszünk a szerzetesek mindennapi életében, és a gyerekeknek pedig igyekszünk bensőségesebb, családiasabb légkört biztosítani, mint azt egy állami iskolában tudják csinálni tulajdonképpen. Annak ellenére, hogy hatalmas nagy intézmény vagyunk, hiszen ma már több mint 600 diák jár iskolánkba, annak ellenére a diákok otthon érzik magukat, igyekszünk a 100 éves, illetve a 30 éve indult iskolának a múltjából kiragadni történeteket, időszakokat, és az iskola életét nem felborítva, de ahhoz kapcsolódva megrendezni különféle eseményeket. Ilyen esemény lesz a rend életében nagyon fontos, hiszen a premontrei papok szétszóratva vannak országszerte, és most Pannonhalmáról kerül április 21-én Mécs László haza Gödöllőre, és itt lesz az újra temetése. Gödöllő jelenleg 2023-ban 9 premontrai él, de a gödöllői premontrai apátsághoz még 3 szerzetes tartozik, akik Zsámbékon laknak, mert Zsámbék, ugye a Duna másik oldalán van, ők is a gödöllői premontrai apátság részei, és ott is van plébánia templomunk, ott is van iskolánk, tehát oktatási intézményünk, tehát nem csak a gödöllői iskola tartozik a gödöllői premontraiekhez, hanem a zsámbéki is. Körülbelül 1000 gyermeknek az oktatását vállaljuk, ezek általános iskolától kezdve egészen ugye érettségig, tehát gimnáziumig vannak gyermekek, és hát bizony a szeretesek közül ugye vannak, akik intenzívebben a lelkipásztori szolgálatba veszik a részüket, vagyunk itt, meg Zsámbékon is, akik benne vagyunk a gimnázium életében is, de a legfontosabb az, hogy a szeretesi közösség mint közösség működik, mint egy imádságos közösség, mint egy lelki centrum, és mint egy fenntartó közösség, akinek az akarata az, hogy ezek az intézmények, ezek létezzenek és rendezetten létezzenek. Hát valójában, hogyha azt nézzük, hogy 1990-ben, illetve a gimnáziumot nézzük, akkor 92-ben ugye lehetőségünk volt újra kezdeni és újraindulni egy nagyon hosszú kihagyás és időszak után, akkor azért azt lehetett látni, hogy tényleg a semmiből kellett indulni, és a jelenleg a egyházi szervezetek azok nem
nem gazdálkodó szervezetek, mint ahogy mondjuk régebben is volt, hogy önellátásuk van, akkor, hogyha intézményeik vannak, hanem tulajdonképpen egyfajta társadalmi szerepvállalást és társadalmi feladatvállalást vesznek át. Ilyen módon nyilvánvalóan mi tehát állami normatívából tudjuk működtetni ezeket az intézményeket, és kell is, hogy így tegyük, de ugyanakkor megvan az a szabadság, hogy azokat az értékeket tudjuk ebbe belevinni, amik valódi lelkiismeretünk szerinti, meg hagyományaink szerinti értékek, és az, hogy ezek az értékek, és ezzel együtt az épületeink, és az infrastruktúránk, és a lehetőségeink ne csak bővülni tudjanak, hanem azok időről időre meg tudjanak újulni, és mondjuk rendelkezésre álljanak annak a generációnak, akik éppen nálunk tanulnak, vagy vannak. Ez egy roppant fontos dolog, mert pont azt látjuk a szemünk körül, hogy rengeteg minden az országba veszni indult, vagy veszni hagyták, vagy hogyha nem jó gazdái például egy épületnek valaki, vagy intézményeknek, akkor az egy-két évtized alatt rettenetes állapotba tud kerülni. És akkor mi van? Akkor ki fogja azt használni? Akkor hogy fogjuk átadni a következő generációnak? Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket megóvjuk és ezeket gondozzuk. Összesen 3 milliárd 352 millió forint Európai Uniós támogatással korszerűsíti gyakorlati oktatást szolgáló épületeit a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A gödöllői, szarvasi, keszthelyi és kaposvári épületekben infrastrukturális, energiahatékonysági és informatikai fejlesztések valósulnak meg, amellyel az egyetem európai szinten is még inkább versenyképes lehet. A projekt támogatásával 4 telephelyen összesen több mint 3200 négyzetméter felületnyi nyílászáró újul meg, emellett több mint 6600 négyzetméteren végzik el a tető- és homlokzati hőszigetelést.